Az Európai Unió további katonai támogatást és humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának mindaddig, amíg arra a háborúban álló országnak szüksége van, jelentette ki Josep Borrell az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben az EU-Ukrajna társulási tanács 8. ülését követően hétfőn. Joseph Borrell hangsúlyozta, az Európai Unió megerősítette Ukrajna politikai és anyagi támogatását, valamint segíti az ország az európai integrációban. Oroszország terve az volt, hogy tönkretegye és gyarmatosítsa Ukrajnát. A háború azonban nem eltávolította, hanem közelebb hozta az országot az Európai Unióhoz. Az uniós tagjelölti státusz elfogadásával Ukrajna elkötelezte magát a szükséges reformok teljesítése mellett. Ugyanakkor, ha csak egyetlen kötelezettségvállalás nem teljesül, a várva-vár társulást elnapolják, fejtette ki Josep Borrell. Denis Smihál, ukrán miniszterelnök németországi munkalátogatása során jelentette be, hogy az Európai Unió 500 millió eurós költségvetés támogatási programot hagyott jóvá az állam számára. Ukrajna és az Európai Unió öt olyan megállapodást írt alá, amelyek közelebb viszik az országot az EU-hoz való csatlakozáshoz, és hozzájárulnak az állam stabilitásához az Oroszországgal vívott háborúban, írta a miniszterelnök Telegram csatornáján. Bejezés szerint az 500 millió eurót a belföldi menekültek lakhatási lehetőségeinek megoldására valamint a kisgazdálkodók támogatására használják majd fel a felek megállapodást kötöttek arról, hogy az EU hozzáférhetővé teszi Ukrajna számára az uniós digitális programokat. Két további megállapodás pedig lehetővé teszi Ukrajnának, hogy korlátozásmentesen részt vegyen az unió vám és fiskális programjaiban. Egyesség született továbbá arról is, hogy az Európai Bizottság 112 millió euróval növeli az Ukrajnának szánt támogatások keretét. A miniszterelnök szerint ez lehetővé teszi számos kiemelkedést, kiemelt projekt finanszírozásának biztosítását. Tűz és robbanás veszélyes lenne az északi áramlat Trend 60-as gázturbinájának további üzemeltetése a felfedezett olajszivárgás kiavítása nélkül, közölte a Gazprom orosz állami gázvállalat hétfőn este magyarázatként, mivel egy újabb karbantartás után nem indult meg a gázszállítás Európa felé. A Gazprom pénteken jelentette be, hogy az eredeti tervek szerint háromnapos karbantartása leállított északi áramlat 1 nem tudja folytatni működését, mert az egyetlen üzemben lévő Trend 60-as egységénél olajszivárgás lépett fel. A gázvezetéket a tervezett felülvizsgálat után augusztus 3-án szombaton kellett volna üzembe helyezni, ami azóta sem történt meg. A német Siemens Energy szóvívője elmondta, hogy a cége a Gazprom megállapítását nem tekinti technikai indoknak a vezeték működésének leállítására. Az orosz gázvállalat illetékesei rámutattak, hogy korábban más turbinák is észleltek hasonló szivárgást. Az orosz fegyvereserők okozta tűz miatt lekapcsolódott az utolsó vezeték is, amely az aporizsai atomerőműben megtermelt áramot továbbította az ukrán hálózatba. Közölte hétfő délután az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat illetékese. A kiadott közlemény szerint egy 330 kilovoltos villamosenergia átviteli vezeték kapcsolódott le. Ez volt az utolsó vezeték, amely összekötötte az aporizsai atomerőmű és a hőerőmű közti csomópontot Ukrajna energiarendszerével, nyilatkozták az Enerhoatom vállalatnál. Ennek következményeként a hatos számú energiablokk lemerült és lekapcsolódott a hálózatról. Jelenleg csak a nukleáris létesítmény saját áramszükségleteit elégíti ki. A vállalat közlése szerint az atomerőművet az ukrán energiahálózattal összekötő többi vezeték már korábban megsérült. Az ukrán-magyar határszakaszon 5381-en léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar határszakaszon 6343 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság kedden az MT-t. A beléptetettek közül a rendőrség 209 embernek állított ki idéglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Vonattal 18-an érkeztek az ukrajnai háború elől menekülve Budapestre, tudatta az ORFK. A regionális védelmi tanács döntése értelmében 20 teherautót és fűrészárót adtak át a frontvonalban harcoló katonai egységeknek, közölte Viktor Mikita a megyei katonai közigazgatás vezetője. Az autók Oroszországhoz köthető cégek tulajdonát képezték, ezért a hadi állapot idején érvényes jogszabályoknak megfelelően az agresszor vagyonát és járműveit államosították, és a fegyveres erők szükségleteire fordították, mondta el Mikita. Több mint 1100 köbméter fűrészáró és deszka is átadásra került. Ezeket óvóhelyek és árkok kialakítására fogják használni a frontvonalban, hangsúlyozta Kárpátalja vezetője.